A maraton, mint tudjuk jól, az egy olyan szakága a kajakkenunak, a legkisebb gyerek már tulajdonképpen hosszú távú evezésben tanulja meg a sportágat, és idősebb korban is teszik. Én emlékszem arra a világbajnokságunkra, 45 éves Palika nyerte itt a világbajnokságot, ami egy csoda volt akkor is. De. Két sikeres, mondhatni etalonnak számító rendezés után Győr magasra tette a mércét a maratoni kajakkenu világbajnokság szervezésében. Ezt a szintet szeretnék megugrani a szervezők a szeptemberi VB-n. Magyarország sikersportága komoly hagyományokkal rendelkezik Győrben, így nagy öröm, hogy már harmadszor adhat otthont ilyen rangos világversenynek a Folyók városa. Nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy most már harmadszorra sikerült megnyernünk a pályázatot, és ismét a maratoni kajakkenu sztárjai Győr városába látogatnak. Szükség is van erre, hiszen igyekszünk minél több világversenyt idehozni ebbe a városba, és a kajakkenu ráadásul egy sikersportága ma Magyarországon a sportnak, és úgy gondolom, hogy annál szebb dolog nincs egy versenyzőnek sem, hogy a hazai környezetben tud valami jót és fantasztikusat teljesíteni. A szervezőbizottság, ahogy 1999-ben és 2007-ben most sem csak kimondottan a színvonalas verseny lebonyolítására koncentrál, hanem szeretnék, ha még közelebb tudnák hozni a nézőkhöz a sportot. Nem csak egy sporteseményt szeretnénk, hanem egy olyan eseményt, amiben a kultúra és a sport szervesen megfér egymás között, lesznek koncertek. A megnyitó ünnepségre egy még jelen pillanatban titok, de egy megfelelő, nagyon jó színvonalú programot tervezünk, ami úgy néz ki, hogy az új Dunakapu téren lesz, ezt most már elárulhatom. Oda több ezer látogatót várunk, tehát ennek megfelelően olyan színvonalas megnyitó ünnepséget tervezünk, és olyan eseményeket a versenypályánként lesznek kiállítások, lesznek bemutatók, a Szigetköznek egy részének a bemutatása, tehát több olyan eseményt is tervezünk, ami biztos, hogy maradandó élményekben részesíti az ide látogatókat. A magyar maratoni szakág legsikeresebb női kajakosa Csaj Renáta is gőzerővel készül a megmérettetésre, és arra, hogy utolérje a címek számában a 17-szeres VB győztes Csabai Edvint. Mivel én győri születésű vagyok, ezért megadatik, hogy a szülővárosomban már harmadszorra is világbajnokságon vehetek részt, és a családom, barátaim előtt szerepelhetek. Ez mindenképpen szerintem minden sportolónak nagy álma és hatalmas élmény. Izgatottan várom. Weiss Robert, a maratoni szakág vezetőedzője szeretné, ha közel olyan sikeres világbajnoki szereplést tudna produkálni a magyar válogatott, mint tavaly Oklahomában. Akkor 10 érmet zsebeltek be a mieink, idén Győrben ezt szeretnék minimum megismételni.